Köszöntöm a Gödi, Mozog velünk című sportmagazin nézőit, Vasvári Ferenc vagyok. Mozgalmas adást kínálunk mára, nézzék csak! Interjút készítettünk a Gödi Curling világbajnok Kis Zsolttal, aki a közelmúltban az Európa-bajnokság alkalmával ismét dobogóra állhatott. Dankó István az új szakosztályvezető a Gödi Sport Egyesület labdarúgóinál. Tudják-e, hogy a világ egyik legjobb curling játékosa Gödön lakik? Ismerik-e a sportágat? Mindenről a világbajnok, Európa-bajnoki bronzérmes Kis Zsolt beszél most önöknek. Áprilisban egy csodálatos VB győzelem után most ősszel kijutott el a Európa-bajnokságra, curling EB-re, ahol bronzérmet nyertél. Hogyan lehet Gödről kijutni egy ilyen kontinens viadalra? Sajnos itt nincs lehetőség a curlingre, Budapesten van egy pálya, ahol szoktunk edzeni, én már 9 éve játszom, és hát évről évre próbálunk fejlődni, így általán nem csak én, hanem úgy a többi versenyzőtársam is, és úgy már most eljutottunk arra a szintre, azért nemzetközi szinten is helytállunk. Itthon meg kellett nyerni a vegyes OB-t, és ezáltal kvalifikáltunk a skóciai EB-re. Mi volt ennek a kontinens viadalnak a története? Hát kicsit nehezen indult az EB, mert két napig a tervezethez képest 2 napot késtünk, nem sikerült rendbehozni a jeget, lefagyott egy hűtőrendszer, és teljesen ki kellett cserélni, csak picit sűrített programmal kellett nekivágnunk, de végül is jól alakult az EB csoportban, csak 2-szer kaptunk ki. Megvertük a későbbi győztes németeket, és a skótoktól, meg a franciáktól kaptunk ki a csoportban, és végül a skótoktól kaptunk is sajnos az elődöntőben is, de végül a finneket megnyertük, és így sikerült a bronzot megszerezni. A világ élvonalához kik tartoznak, illetve európai élvonalához mely nemzetek tartoznak a curlingben? Hát a világ nagyjai közt biztos, hogy Kanada ott van az első 2 helyen, de Skócia is európai szinten a top csapatok közé sorolható, de ott vannak még a németek, svájciak, skandináv országok mind jelen vannak, és az oroszok kezdenek mostanában feljönni, reméljük, hogy mi is azért most már közel járunk ehhez. A sportág, a curling mennyire népszerű a világban? Hát Kanadában több mint 1 millióan játszák, közel 1,5 millióan játszák úgy napi szinten, vagy nem is napi, de úgy akár hobbi szinten is. Nálunk sajnos az a szám még viszonylag alacsony, de azért Európában, mondom Skóciában például azért ez egy viszonylag nagy népszerűségnek örvend. Hogyan tudnád összefoglalni a curling sportágnak a lényegét? Hát nagyon sok minden kell hozzá. Tévéből picit egyszerűnek tűnik a dolog, hogy csak be kell rakni a kör közepébe a követ, de ez nagyon-nagyon komplex dolog. Tehát tényleg kezdve attól, hogy mondjuk az ember megáll a jégen, onnantól kezdve minden csak egyre nehezebb és nehezebb lesz. Tehát egyensúlyban kell maradni például a csúszás közben. Tényleg az, hogy egy jó erővel meg kell dobni egy söprésben, mondjuk állóképesség nagyon fontos, és ugye ahhoz is fel kell készülni futással, úszással, kondival. És hát tényleg mondjuk egy csapatnak is össze kell szoknia, és szerintem ez is volt a kulcsa azért, hogy mi az EB-n viszonylag jó eredményt értünk el. Gyakorlatilag a magyar csapat ott van a világ legjobbjai között, elmondható? Hát bízunk benne, hogy most már azért tényleg kezdünk feljönni, és azért egyre többen számolnak velünk, azért most már a VB címnek is, meg ennek az EB bronznak köszönhetően is azért már számolnak velünk, és tényleg az arcunk már ismerős a külföldi csapatoknak is, és már nem úgy kezelnek, mint egy kezdő nemzetet. Nem tévedek, a curling olimpiai sportág. Világbajnokságot már nyertél, Európa-bajnokságon bronzérmet nyertél, mi jött még? Hát nagyon bízom benne, hogy azért 2018-ban ki tudunk jutni az olimpiára. Azért a vegyes páros az, ami reméljük, hogy majd olimpiai szám lesz, és akkor reméljük, hogy még tudunk is kvalifikálni, és bízom benne, hogy minél sikeresebb olimpiai szereplés tudunk elérni. Most Szocsiban valószínűleg kiderül, hogy 18-ban ott lesz az olimpián a vegyes páros. Zsolt, ha magadat kellene bemutatni, mik lennének a legfontosabb dolgok, amiket elmondanál? 24 éves vagyok, 11 éve élünk Gödön, de Budapesten jártam középiskolába és főiskolára is, gazdasági főiskolát végeztem, és jelenleg sportrendezvények szervezéssel foglalkozom, többek között curling, bowling és szabadidős sporttevékenységekkel. Hobbim például az olvasás, és szeretek nagyon zenét hallgatni.
Új szakosztályvezetőséget választott a Gödi Sportegyesület labdarúgó szakosztálya. Az új vezető Dankó István lett. Stábunk jelen volt a voksoláson. A kézilabda mellett elváltad a labdarúgó szakosztálynak is a vezetését, a kettő hogy fog összeférni? A kézilabda szakosztályt már 6 éve csinálom, ott már egy kialakult rendszer van, és ennek a folyamatként szeretném ugyanezt a rendszert átvinni a fociba, és ugyanúgy alulról építkezve fölfele eljutni. A mésző szerződés alapján elég sok kisgyerek játszik már a csapatba, és erre épülve felvirágoztatni gyakorlatilag ezt a csapatot is. Az utánpótlás mellett mik a főbb programpontjaid még? Öltözőt gyakorlatilag befejezni és átadni, és utána pedig az új TAO program alapján új fejlesztéseket végrehajtani a focipályán és a képzésbe is. Strukturálisan szeretnél valamit átszervezni? Igen, azt szeretném, hogy az alapjában véve az edzőknek a képzésbe való részvétele stabilabbá váljon, és ezáltal a gyerekeknek is a fejlődése egy bizonyos szintre beálljon. És ez alapján hosszú évekre menőleg fix hátteret adjon a Gödi foci csapatnak. Elnök úr, kérlek, mutasd be az új szakosztályvezetőst. Dankó István lett a szakosztályvezető, egy elég határozott, rátermett vállalkozó típusú és vállalkozó tevékenységű ember. Gödi Egyesülethez, sportvonalhoz két részről is elkötelezett, egyrészt hosszú évek óta a kézilabda szakosztályvezetője is, másrészt a gyermeke itt focizik a foci szakosztályban. Bocsánat, három oldalról elkötelezett, mert hogy ráadásul az épületet, a felújítást, a TAO programban az öltöző kivitelezést ő bonyolítja, ő a kivitelező. Elég nagy ráfizetéssel, amit kifejezetten a labdarúgó szakosztály fölvirágoztatására, illetőleg megsegítésére vállalt be. Balázsovics János a technikai vezető. Hát Jánost nem lehet röviden bemutatni, címfoltja itt a Gödi labdarúgásnak, 1000 éve a pálya tartozéka része, nem kezdődik meccs nélkül, főleg az utánpótlás területén az összes gyerekcsapatot, már-már felnőtt játékosokat is korábban patronált, társadalmi munkában aktívan részt vesz, Balázsovics kupákat ő szervezi, az ő apukája volt Balázsovics János, ő ezt a hagyatékot viszi tovább, lelkesedést. Én vagyok a harmadik a vezetőségben. Én továbbra is a pénzügyi, szabályzati, szervezeti, működési, strukturális fölépítési vonalat vinném. És hát azt a súlyt szeretném képviselni, ami eddig megvolt. Tehát az új rendszereknek a beépülését a tudatokba és az elfogadását, elfogadtatását, amit talán egy új ember még nem tudott volna olyan hathatósan végigvinni. Illetőleg az volt az elképzelésünk a korábbi tapasztalatokból, hogy a vezetőség mellett van még egy 3-tagú pótvezetőség, akik az akadályoztatásunk esetén belépnek. Én például nem szeretném ezt sokáig csinálni már az egyéb elfoglaltságaim mellett. Január-február környékén szeretném átadni, addigra bejáratni. Így Horváth Krisztina lett megválasztva, aki egyébként is az esekönyvelője és a pénzügyi részben a helyemben lépne majd. Pék József, aki szintén 1000 éve pályatartozik, mindent csinált már, szakosztályvezető volt, rendező, aktivista, gyerekei focista, akit végignézi az összes meccset, ami létezik szerintem, egy élő kalendárium, és mindenkinek mindig mindenkor segít, amikor csak lehet és hajlandó és tud tenni a munkáért, a haladásért. És Bederna Tibor, aki az öreg fiú csapatnak, a felnőtt csapatnak tagja. Ő ugyan nem Gödi lakhelyű, de példamutató lehetne sok Gödinek az, amit a csapatért tesz, csapatokért tesz, a pályáért, az egyesületért, a szakosztályért fölvállal. Tehát egy nagyon jó hozzáállású és utánpótlás irányba elkötelezett társaság jött össze, azt hiszem. Ugyanazon a koncepción dolgozunk, amit 2006-ban elkezdtem. Amiért akkor mindenki, ha nem is hülyének nézett, de legalábbis elnéző mosolyjal gondolkodott, hogy mit is mondhattam, és félretette. Én akkor ezt láttam már, hogy egy 100-120 fős gyerektársaságot össze lehet szedni, ami aztán hosszú évekig vagy évtizedekig el tudja vinni hátán a szakosztályt. Az ő nevelésük azért fontos,
mert bázist alkotnak, és azért fontos, mert bennük van a jövő, és hosszú távon az a Gödi foci lehet csak közönségcsalogató és sikeres, amit Gödi gyerekek fölnőve Gödön folytatnak, város szeretetből, foci szeretetből, nem pedig ide tévedve itt egy pálya játszunk alapon érkező ideiglenes kötődéssel rendelkező emberek. Ez önmagában elég kell, hogy legyen ahhoz egy jó vezetéssel és egy jó működéssel, hogy a felnőtt csapat is egy vagy két osztállyal följebb kerüljön, inkább egyel. Ez a klub már megérdemelné, és el kéne érnie egy megye egyes szintet. Magasabban én nem gondolkodnék, sem a város, sem az egyesület adottságai miatt, de egy 120 fős utánpótlásra támaszkodó megye egyes csapatot itt ebben a térségben egészen nyugodtan, kényelmesen és megfelelően lehetne működtetni. Az már vonzerő a gyerekeknek. Akik most középiskolások, és ugye Gödön nincs középiskola, nagyon sokan elmennek, azoknak már egy minőségi képzést tudnánk biztosítani. Tehát a felnőtt csapat magasabb szintű szereplése mindenképpen magával hozná az utánpótlás magasabb szintű képzését is, mert hiszen erősebb csapatokkal játszanának, létre tudnánk hozni a létszám alapján olyan második csapatokat, amik korosztállyal, gyöngébb bajnokságban, de magasabb korosztályban tudnának szerepelni, erősebb ellenfelek, erősebb fizikumú és idősebb ellenfelek ellen, és hát amit mindig is mondok, tehát ha egy gyerek idősebbekkel játszik nagyobb korosztályban, az mindenképpen fejleszti technikailag, fizikailag, játékintelligenciában, minden téren. Amit a maga korosztályában nem igen tud meg. Mi nem tudunk megadni neki, mert ahhoz egész magas szintű bajnokságban kéne szerepelni, hogy egy 15 éves gyerek egy 15 éves ellenféltől ugyanakkora kihívásban részesüljön, mint hogyha 15 évesen 18 évesek ellen játszik egy akár gyöngébb bajnokságban is. Hát én 8 éve látom ezt, hogy jók vagyunk és jó felé megyünk. Ez a mostani állapot vissza is igazolja az elmúlt teljes 8 évet, mert akkor azt hiszem, tehát 22 gyerekkel indultunk, vagy 25-tel ott a szétverés küszöbén, amikor az előző vezetés elküldte a gyerekeket innen, nem hogy megtartotta volna. Mondván, hogy itt nem lesz már foci Gödön, hát jelentem van. Mészői foci sulival lesz együttműködés a jövőben? Van. Hogy a jövőben lesz-e, ez kétfélen múlik. A Mészői foci suli alapvetően a TAO programra épül. Ők, véleményem szerint, ők TAO program nélkül nem tudnák fenntartani magukat, ezért is van az óvatosságom velük szemben. Én évekre kötök csak együttműködési megállapodásokat, sem szakmailag, sem emberileg semmi kifogásom nincs, semmi kételjem nincs, elismert emberek, odaadó és munkájukat szerető és jó fölfogású társaság, ugye Mészői Gézát nem is az én tisztem minősíteni, hát ő azért lerakott már játékosként is, meg edzőként is az asztal olyan dolgokat, amiket én csak tisztelhetek. De szervezetként azt kell mondjam, hogy önfenntartásban mi előrébb járunk, mint ők. Ha TAO-t nem veszem, TAO-ban ők félelmetesen jók és erősek. A képzésük nagyon jó, nagyon hasznos, nagyon emberközpontú, nagyon jó értelemben játékos nevelő, a sportszerű küzdelemre, a játékra és a foci szórakoztató részére neveli a gyerekeket, ettől is lehet ilyen tömegbázis, a jól kiszolgálja a szülői igényeket is, csak tanulhatunk tőlük, csak köszönhetünk nekik eddig az együttműködésben. A hosszú távú együttműködés azon múlik, hogy ők mit tudnak a TAO után megtartani és produkálni a bázisaikból és a képzésükből. Én nyitott vagyok rá, ameddig én vagyok az elnök. Én szerintem, ha nem én leszek, akkor is ezt komolyan kell venni. De folyamatosan a jelen pillanatban előre megtervezett hosszú távú együttműködésről én nem merek beszélni, mert számomra bizonytalan a jövőjük. Köszönöm figyelmüket, önök a Gödi Televízió Mozog Velünk című sportmagazin 11. adását látták. Jövő héten ismét várjuk önöket, akkor többek között futszállal fogunk foglalkozni. Ne feledjék, www.göditemák.hu, ahol műsorainkat újra megnézhetik. Viszontlátásra!